Hajszál hiány, tökéletesen sikerült a bajnokságot újoncként kezdő balkány szezonja, a csapat azonban az utolsó fordulóban 2-1-es vereséget szenvedett Baktalórendházán. Így a veretlenül letudott megyei másodosztályú évet követően a megyei első osztályt 21 győzelem és 6 döntetlen mellett egy vereséggel hozta le Mirgai László együttese. A balkány így is 21 pontot vert a második helyezett Nagyesedre, úgy, hogy a legtöbb gólt 85-öt szerezte, és a legkevesebbet mindössze 27-et kapta. Emellett Bogdanovics Igor személyében a gólkirály is a bajnok soraiból került ki. Az edző szerint a csapat egységének is nagy szerepe volt az aranyérem megszerzésében. Játékban szerintem mi voltunk a legjobbak, legtöbbet rúgtuk, legkevesebbet kaptuk, és hát szerintem nagyon egységesek voltunk ez. Másképp különben nem is jöhetett volna ennyi győzelem, meg ilyen veretlenségi sorozat, hogyha nem vagyunk egységesek. És nyugodt körülmények között dolgoztunk, és ez természetesen hozta magával az eredményt is. A bajnoki címmel a Balkány jogot szerzett arra, hogy osztályozót játszon az NB3-ba kerülésért. Az egyesület vezetősége azonban úgy döntött, hogy ősztől is a megyei első osztályban szerepel majd a csapat. A pályánk még nem fog elkészülni, úgy tudjuk, hogy jövőre kezdődik a beruházás, és azt nem tehettük meg, hogy a szurkolóink idegenbe járjanak a meccseinkre, a hazai meccseinket idegenbe kellett volna játszani, nem akartuk elveszteni őket, meg az észszerűség is az diktálta, hogy így nem szabad belevágni egy ilyen félprofi bajnokságba, mint az NB3. A Balkány a Magyar Kupa megyei elődöntőjében szerdán 2-0-ra nyert Nyírkarászon, így június 14-én a Nyíregyházi Városi Stadionban a döntőben rakamazon 2-1-re diadalmaskodó Baktalórendháza ellen lép majd pályára. Azt követően pihenőt kapnak a játékosok, akik július 10-én kezdik majd el a felkészülést a következő szezonra.